Bartócz Máté nagymányok polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kihangsúlyozta, a közösség összetartása hozzájárul a hagyományok és a bányászati múlt megőrzéséhez. Eddig ezek a rendezvények külön voltak tartva, városnap az mindig a 20-ai hétvégén volt, és most úgy gondoltuk, hogy összekötjük a bányásznappal, ugyanis a bányásznap az elmúlt években már csak megemlékezésről és koszorúzásról szólt, és mi egy bányásztelepülés vagyunk, minden tőzsgyökeres családinak van bányász felmenője, és szerettük volna, hogyha méltóképp meg lenne emlékezve erről az eseményről is. Megemlékezéssel és koszorúzással vette kezdetét a városnap. A nagymányoki városi fúvószenekar és a mázai bányász fúvószenekar előadásaikkal színesítették az eseményt. Ez az éves legnagyobb rendezvényünk, vagy az évi legnagyobb rendezvényünk, és én úgy gondolom, hogy így, hogy összekötöttük a bányásznappal, így még több embert meg tudunk szólítani. Lesz a gyerekeknek ingyen, vagyis van a gyerekeknek ingyen ringlispill, ugrálóvár, cukorágyú lesz nekik, a felnőtteknek lesznek nekik való programok, illetve az időseknek programok, továbbá egy bányásznapi vacsora, amivel az önkormányzat kedveskedik minden bányász szakszervezeti tagnak. Az este fénypontja a Rudán Joe Band koncertje volt, amely igazi rockzenei élménnyel gazdagította a rendezvényt.